Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják, benne Baranya és Tolna megye legfrissebb sporthíreivel. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Ahhoz, hogy biztosan ott lehessen a felsőházi rájátszásban, az atomerőmű SF férfi kosárlabda csapata nyerni kellett az alapszakasz utolsó mérkőzésén, az alsóházi Kaposvár KK ellen. Nem volt egyszerű feladat, hiszen az atomosok házatáján a fejét újrafelütő vírus kulcsjátékosokat is kivett a játékból, de így is érvényesült a papírforma. Az ASE a harmadik negyedben 47-41-ről megfordította a számára fontos meccset, és 79-73-ra győzött Dzunics Branislav együttese. A rájátszásban a harmadik helyen végzett Szeged az idei meglepetés csapat lesz a paksiak ellenfele. Az első mérkőzést április közepén a pályaelőnnyel bíró Szeged otthonában a Tiszaligeti sportcsarnokban játsszák. A Kaposvár elleni győzelemmel zárta az alapszakaszt az atomerőmű SF férfi kosár csapata. A találkozó szoros párharcot hozott. Az első negyedben 5 pontos előnyre tettek szert a hazaiak, ekkora a paksiak 27 találatából 18-at Lóránt Péter szerzett. A második etapban kevés atomos pont esett, a 16. percben át is vették a vezetést a vendégek, melyet meg is tartottak a nagy szünetig. Ekkor 47-41 volt a Kaposvárnak. A harmadik negyedben láthatáron belül tudott maradni a Paks, de megmaradt a KK előnye. A záró etapban Kovács triplával indított, ezzel kiegyenlített az ASE, majd a vezetést is átvette, melyet nem is engedett már ki a kezéből. A végeredmény atomerőmű SE Kaposvár 79-73. Ezt is szeretnék gratulálni a csapatnak, nagyon büszke vagyok a fiúkra, hogy a csapat nagy része covidos, a többi része sérült. Egész héten 6 vagy 7 emberrel edzettünk. Örülök a fiatal játékosoknak is, mert jól szálltak be, és tényleg nem hittem volna a meccs előtt, hogy tudunk nyerni, mert Kaposvár egy hihetetlen jó formában lévő csapat. Ugye az elmúlt 9 meccsből Szolnokon kaptak ki meg az Albától, és örülök, hogy győzelemmel zártuk az alapszakaszt. Hajtós kemény meccs volt, ide-oda ment az eredmény, örülök, hogy a végén meg tudtuk fordítani, és úgy gondolom, hogy egy ennyire úgymond megtizedelt csapattal nagy győzelmet arattunk. Lóránt Péter 35 pontot dobott a Kaposvárnak. Hetek óta extra teljesítményt nyújt, melyre szerényen csak ennyit mondott, örülök, hogy jól megy. Dzunics Branislav vezetőedző a találkozó után eképpen nyilatkozott. Minden elismerésem a játékosoké, az utolsó 3 hétben nagyjából csak egyéni edzéseket tudtunk tartani. Egy nagyon jó Kaposvár ellen nyertünk, megérdemelten. Ezzel véget ért az alapszakasz, melyet a Szolnok nyert. Az ASE a 6. helyen zárt. A bajnokság a rájátszással április közepén folytatódik. Az atomosok ellenfele a párharcban az alapszakasz 3. helyén végzett Szeged lesz. Több meccs megnyerésére is alkalmas gólhelyzetek sokaságát puskázta el. A mezőnyben, fölényben játszó, olykor tetszetősen is futballozó szekszárdi UFC női csapata az Astra ellen, mely a futszál NB1-ben az 5. helyért zajlott. Tucatnyi helyzetükből 3 gólt értek el a sárgák, még az ellenfél cirka 7 lehetőségéből 5-öt értékesített, így alakult ki az 5-3-as vendéggyőzelem, ami 5. helyet ért a mindkét meccsét megnyerő Astra Kiskunfélegyháza számára. A szekszárdi UFC lányai a 6. helyen zárták az idényt az egyébként 6 csapatos női elitligában. A meccs első 15 perce, mint utólag kiderült, megfosztotta a szekszárdiakat ettől a lehetőségtől, a gyors egymás utánban bekapott 3 gól miatt, és nagy cseke gólját követően hamar jött az újabb Astra találat, miután 4-1-nél kezdték a második játékrészt a csapatok. Az UFC futzálos lányai nem adták fel a küzdelmet, harcossággal párosuló pontos összjátékok után sorra alakultak ki a nagyobbnál nagyobb gólhelyzetek, amelyekből bőven behozható lett volna a 3 gólos hátrány, mert hogy az Astra nem igazán tudott komoly gólszerzési lehetőségeket kialakítani. Nem volt egy igazán higgadt befejező embere a sárgáknak, akiknek ezúttal a kapufa is ellenfélnek számított, hiszen többször is a játéktér ezen tartozéka mentette meg a vendégek kapuját a góltól. Szűk másfél perc volt vissza, amikor 2 gólra csökkent a különbség, de eme rövid idő alatt is teremtődött annyi lehetőség a szekszárdiak előtt, hogy egyenlíthettek volna.
De e tekintetben, ahogy mondani szokás, ezen a meccsen nem tudták átlépni saját árnyékokat, és meg kellett elégedniük a hatcsapatos futzál elitliga hatodik helyével, amivel persze a többi csapathoz képest szerényebb lehetőségeik függvényében nem elégedetlenek, sőt, büszkék a saját nevelésű fiatal csapatukra. Mindenféleképpen szerettünk volna legalább egy harmadik mérkőzést kiharcolni. Sajnos az első 15 percben nem voltunk itt, és az el is dőlt a mérkőzés, holott úgy gondolom, hogy a második félben simán visszajöttünk volna a helyzeteink alapján, akár meg is fordíthattuk volna a mérkőzést simán, amennyi helyzetünk volt. Ma az a csapat győzött, aki a kevesebb helyzetéből többet berúgott, viszont sok helyzetünkből nagyon keveset rúgtunk be, tehát ez döntött. Én gratulálok a lányoknak az első félidő utolsó 5 perc és a második félidő teljesítményükhöz. Az első 15 percet azt elmondtam nekik, hogy az az értékelhetetlen, tehát azt nem is értem, hogy mi történt itt a lányokkal, viszont utána, hogy visszajöttek a mérkőzésbe, ahhoz gratulálok nekik, és a jövőnk szempontjából ez nagyon fontos volt. A Szekszárdi UFC számára nem ért véget az idény, mint ismeretes, a Magyar Kupa címvédőjeként ott lesznek a Micskó Márk és Kágyi István tanítványok a kupa idei 4-es döntőjében is. Nem lehet ugyan az erőviszonyok alapján az az elvárás, hogy hozzák újra haza a Szekszárdra a serleget, de titokban minden játékos abban reménykedik, legalább az elődöntőt sikerrel veszik. És a döntőben egy adott napon, egy adott meccsen bármi megtörténhet, még ha éppen az aktuális ellenfél az esélyes a kupa győzelemre. Sajnos a mi kereteink, a mozgásterünk nagyon korlátozottak, tehát nagyon kevesen vagyunk, így nem tudunk olyan játékot játszani, amit én igazán évek alatt játszottunk itt a futszál csapatainkkal, ahhoz alkalmazkodunk, amink van, arra alakítjuk ki a taktikát, és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég majd. Tekintettel arra, hogy a futzál ma már nem az egyetlen szakág a Szekszárdi UFC női szekciójánál, megjelent a nyújtott, illetve a nagypályás képzés. A szakmai munka egészét koordináló klubvezetőnek a közeljövőre nézve vannak már e tekintetben is jó hírei. Persze utánpótlás fronton a legjobb eredmény még a futzálhoz köthető. Az elmúlt évtized szervező munkájának köszönhetően szélesnek mondható a női foci hátországa Szekszárdon. Ennek a sokszínű felépítettségnek a hozadéka egy önálló szekszárdi MB2-es nagypályás női csapat kialakítása lehet 2-3 éven belül. A magyar atlétika rövidtávfutó szakágának két kiemelt tehetsége is részt vette a Ferencváros elit csoportjának bonyhádi edzőtáborozásán. Máté Tamás után az éppen első éve felnőtt Csóti Justinát mutatjuk be a sporták kedvelőinek, aki a hazai bajnokságok nem könnyűnek ígérkező megnyerése után nem csak kvalifikálni szeretné magát a 2023-ban sorra kerülő budapesti felnőtt atlétikai világbajnokságra, hanem 100 vagy 200 méteren a nagy döntőbe jutás a célja. Ilyen eredmény ebben a szakágban már önmagában óriási siker lenne egy magyar női atléta számára. Örvendetes módon a gátfutásban jeleskedő Kozák Luca mellett a sprinter hölgyeknél akad egy másik nemzetközi szinten predesztinált atléta, aki a Ferencváros csapatát erősíti, aki 2 év múlva esedékes budapesti felnőtt világbajnokságon a sprinter szakág egyik nagy hazai reménysége. Aki szintén részt vett a sprinterek napokban lezárult bonyhádi edzőtáborozásán. Csóti Justina egyébként 200 méteren és 60 méteres távon megnyerte a fedett pályás országos bajnokságot, és szabadtéren, síkon is, beleértve a 100 métert is, nagy esélyes az első éves felnőtt ferencvárosi sprinter újabb bajnokságok megnyerésére. Olybá tűnik, a már említett Kozák Luca számít idehaza a legnagyobb ellenfelének. Azt tudom mondani, hogy azért szabadtéren más a helyzet, mert Kozák Luca, aki egyébként 60 és 100 méteres gátutásban nagyon jól szerepel, ő neki a sík formája is nagyon jó. Tehát azt mondom, hogy ő mellé kell odaérnem, és őt kell legyőznöm. Csóti Justina időarányos fejlődéséhez nemzetközi versenyek is kellenek, már az idén is. Lesz eleve az Univerziádé, ami ugye az egyetemi világbajnokság. Ott még mindenképpen szeretnék elindulni, illetve megcélozni esetlegesen a döntőt. Itthon persze szabadtéren a győzelem lehetőleg egyéni csúcsjavítással lesz már az idén az igazi, tőle elfogadható eredmény. Aki egyébként a leghosszabb sprinttávon, 400-on,
nem versenyez. Mind a százon, mind két százon az a cél, hogy megnyerjem szabadtéren mindkét számot. Azt mondom, hogy nem feltétlenül akarok csak egy számra specializálódni, tehát például csak a százra, mindkettő fontos. Harc, mindennapi küzdelem a tizedek, századok leszorítására, ez a gyors emberek, a sprinterek mindennapi küldetése. A reális, ezt nem tudom elmondani, inkább azt mondom, hogy mit kellene. Tehát mindenképpen az, hogy 11-40, az mindenképpen kéne százon. Eleve az biztató, hogy évről évre fejlődtem. Tehát tavalyhoz képest is az idei évem az bőven jobb lett, mert 60 méteren is fejlődtem. Szerintem az, hogy 60-on fejlődtem 13 századot, vagy 14-et, már nem tudom, az százon biztos, hogy azért úgy azt mondom, hogy biztató. Tehát biztos, hogy százon is ez egy jobb eredmény lesz idén. A rajkészség, az első 30-on való gyorsaság nagyon fontos faktorában a mondó nem lehet elégedetlen, de van még bőven ezen a fontos területen mit tennie ahhoz, hogy javuljon. Nem mondom még annyira jó rajtolónak magam, az biztos, hogy fejlődött a tavalyi évhez képest, mert jobban reagáltam, sokkal jobban toltam el az első lépésben így a lábamat, viszont nekem inkább a távközi futásom az, ami úgy jobb volt, tehát én 30 méter után tudom igazán megtolni a lépéseket. Edzője Králik Pál a bonyhádi edzőtáborban mind szabadtéri pályán, mind bent az atlétikai komplexum fedettjébe olyan gyakorlatokat vezényelt Csóti Justinának, amivel a mozdulatgyorsaságot, a robbanékonyságot direkt vagy indirekt módon fejleszthette. Ne feledjük, a hazai sprintereknél, a hölgyeknél csemegének ígérkezik a síkon Kozák-Csóti párharc a magyar bajnokságon. A három hetes meccs szünet alatt is gőzerővel készül a PMFC. Vas László együttesére sűrű április vár. A csapat 6 bajnoki mérkőzést játszik a következő hónapban. Az MB2-es gárda szombat délelőtti edzésén jártunk. A magyar labdarúgó válogatott VB-selejtező mérkőzései miatt 3 hétig meccsszünet van a hazai élvonalbeli és MB2-es bajnokságokban. A másodosztály újonca, a tabella 4. helyén álló PMFC utoljára március 14-én a listavezető DVSC ellen lépett pályára. Ilyen helyzetben még nem voltam, de szerintem ezzel vagyunk egy-ketten, hogy 3 hétig leáll a bajnokság, és ugye hasznosan kell eltöltenünk az időt, próbáltuk ennek megfelelően kihasználni ezt a 3 hetet, nyilván még van 1 hetünk, és úgy helyére rakni azokat a dolgokat, amik javíthatóak, és szándék megvan rá, hogy azokat majd az utolsó 9 fordulóban majd hasznosan tudjuk felhasználni. Az időszak elmúlott szerintem, hogy alapozás. Az alapokat meg kell adni nyilvánvaló, ezeket a fizikális részét rendbe kell tenni, de azt mondom, inkább ez a 3 hét arról szólt, hogy az állóképességen egy kicsit az erőtartalékainkat feltöltve újrainduljunk, és erre a 9 fordulóra olyan állapotba hozzuk a fiúkat, hogy a maximumot tudják majd kihozni a mérkőzéseken. A taktikai részére, a finom hangolásokra, olyan dolgokra, amikre adott esetben a feszített tempóban nem igazán jut idő, arra most abszolút idő jutott, tehát tudtunk bizonyos rendszereket gyakorolni, bizonyos rendszerekből felkészülni, és ezeket adott esetben különböző játékhelyzetekben kipróbálni, és bízom benne, hogy a fejlődésünk szempontjából elengedhetetlen, hogy ezeket a dolgokat beletegyük az edzésekbe, és gyakoroljuk, hogy hasznosan töltjük el az időt, és ezt majd tudjuk a bajnoki mérkőzéseken előhívni, és ebből profitálni. Sűrű lesz az áprilisi menetrendje az MB2-es labdarúgó csapatnak, mely a válogatott szünet letelte után 25 nap alatt 6 bajnoki mérkőzést játszik. Érdekes, tehát számomra érdekes, hogy 3 hétig leáll a bajnokság, és utána 1 hét alatt lejátszol 3 bajnoki mérkőzést. Próbáljuk a legoptimálisabb, azt mondom, erőelosztásokat és adott esetben a rotálásokat úgy előkészíteni, hogy 100%-os állapotban legyünk, és mindenki fel legyen úgy készítve, hogy ne okozzon problémát neki a 3 mérkőzés heti szinte. Rengeteg taktikai és erőnléti edzéssel készülünk, mert azért ez a 3 hét elég hosszú idő, és van arra időnk, hogy mind a kettőben előrébb léphessünk. Utána igen, egy hosszú mérkőzés terhelés következik, amin próbálunk majd minél jobb eredményeket elérni. Fontos lesz, hogy a mérkőzések közötti rövid pihenő idő alatt ki tudjuk pihenni magunkat, és minél jobban szerepeljünk.
A PMFC legközelebb április 4-én a BFC Siófok vendégeként lép pályára, majd a szünet utáni első hazai bajnoki április 7-én a szolnoki MÁV FC ellen lesz, amit az M4 Sport élőben közvetít majd. 23-15-ös félidő után 44-23-ra győzte le a Peac a Hévízi SK együttesét a női kézilabda MB2-ben. Pap László együttese ezzel 16 forduló után is pontveszteség nélkül vezeti a pontvadászatot. A szombati mérkőzés legeredményesebb játékosa a Peac csapatkapitánya Horváth Virginia volt, aki 10 gólig jutott. A listavezető Peac a stabilan a középmezőnyben helyet foglaló Hévízi SK együttesét fogadta a női kézilabda MB2 délnyugati csoportjában. A két kulcsjátékosát nélkülözni kényszerülő kékfehérben játszó házigazdák már az első félidőben tetemes előnyre tettek szert, és 8 gólos előnnyel fordultak. A második játékrészben tovább növelte előnyét Pap László együttese, és 44-23-ra nyerte a találkozót. Nagy rangod előtt vagyunk 2 héttel, és most a hétvégén ugye nem lesz forduló. Az fontos volt, hogy megfelelő mentalitással álljunk neki a mérkőzésnek. Hála a jó Istennek, ebben semmiféle probléma nem volt. Azt hiszem, egy 7-1-jel kezdtük az első fél időt, a másodikat is egy 5-6-0-al. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a kezdés egy fél időben hogyan alapozza meg a játékunkat. Azt hiszem, ezzel semmiféle probléma nem volt. Nyilván voltak utána hullámvölgyek a játékban, és voltak olyan elkerülhető szituációk, amit meg kell tudnunk oldani, de azt hiszem, hogy ez messze menőkig belefért a mai játékba. A csapat legújabb igazolása Kósa Petra 4 gólig jutott a mérkőzésen. Nagyon jól érzem magam, igen, új vagyok, nemrég érkeztem, egy másfél hónapja edzem együtt a lányokkal, nagyon jól érzem magam. Előtte Szentlőrincen játszottam egy fél éve, előtte pedig egy kisfiút szültem. Elégedett vagyok, nagyon keményen edzünk, megyünk tovább, hajtunk, és cél az első hely. A Peac a hétvégi meccszünet után a nagy riválishoz, a tabella másodikjához, a Dunaújváros U22-es gárdájához utazik. A Répfanni beteg, ő otthon lábadozik, és a Halmai Pálma is beteg volt, és abban a lábadozásban még nem próbáltuk ezen a mérkőzésen erőltetni, úgyhogy azt gondolom, hogy a következő mérkőzésre kéne ezeket az embereket harcra képessé tenni és formába hozni. Most lehet, ez a Fannina nem fog sikerülni, de mindenképpen szeretnénk, hogyha egységesen és egész csapattal tudnánk menni Dunaferhez. Nem túl nagy nehézségek állán sikerült megverni őket. Itthon egy NB1-es ifi csapatra épülő játékosról, egy csapatról van szó. De természetesen, mivel nem titkolt céljuk, hogy megnyerjék a bajnokságot, ezért mivel U22-esig játszhatnak a játékosok, NB1-ből visszajátszhatnak 4-5 játékost, azért komolyan meghatározza a tudásukat, és hát ezzel nekünk fel is van a palecke természetesen. A DKK a U22 Peac NB2-es női kézilabda mérkőzés április 11-én vasárnap 13 órakor lesz Dunaújvárosban. 1-0-ra győzött a sereghajtó Szegedi VSE ellen a HR-rend Kozármislány labdarúgó csapata idegenben. Jelen a Richard együttesett 12 győzelemmel, 6 döntetlennel és 8 vereséggel a 6. helyen áll az MB3 középcsoportjában. A fehérmezes HR-rend Kozármislány a piroskékben játszó Szegedi VSE ellen lépett pályára az MB3 középcsoportjának 26. fordulójában idegenben. A mérkőzésen Vajda Roland sérülés miatt, Szabó Dominik és Kocsis Adrián pedig betegség miatt nem állt jelen a Richard rendelkezésére. A találkozó első percében az első lövést a házigazdák adták le, de ezt követően átvette a kozármislányi csapat az irányítást. A 7. percben Kozics Barnabás kapott egy remek mélységi átadást Nagy Eriktől, de Kozics lövés helyett a beadást választotta, amit Tóth Imre szögletre tisztázott. Csomós Dominik sarokrúgását követően aztán Fenyvesi Olivér fejelt közelről a hazai kapuba, és ezzel megszerezte a HR-rend Kozármislánya vezetést. A 13. percben Fenyvesi szerzett labdát, és Kozics irányába ívelt, aki centikkel lőtt csak a kapu mellé. 10 perccel később Nagy Erik kiválóan ment el a bal oldalon az alapvonalig, de középre passzolt labdájára nem érkeztek társak. A félidő második felében ellaposodott a találkozó, leginkább mezőnyben folyt a játék, és így egy gólos kozármistanyi vezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. A második félidő ott folytatódott, ahol az első véget ért, de az 55. percben Csomós Dominik szöglete után Kirtner Krisztián lőtte vissza a labdát, ami Hampuk Ádámhoz került, ő pedig 8 méterről lőtt, de Zsibrita Gergő védeni tudott. Az újabb helyzetet a 8
85. percben alakította ki a Kozár Misleny. Kirtner Krisztián a bal oldalról ívelt át az érkező Ulakić Márk elé, aki kapásból a kapu fölé lőtte a labdát. A Szegednek az utolsó percben volt egy veszélyessé váló lecsúszott beadása, ami 60. Dániel révén kis hián beesett a hosszú oldalon, de Somogyi Máté szögletre tolta a labdát, így maradt az 1-0-ás Kozár Mislenyi győzelem. Pécsről futott Szekszárdig Szitó Ervin ultrafutó és Gelányi Attila, a BSI futó nagykövete vasárnap. A hidasi és szászvári sportolók Kis Barbara további gyógykezelésére gyűjtöttek ezzel a jótékony célú akcióval. Barbara nemrég tért haza Londonból, amikor mellrákot diagnosztizáltak nála. A két futó 7 óra alatt teljesítette a 63 kilométeres távot. Az akció során több mint 500 ezer forint gyűlt össze. Szitó Ervin több mint 20 éve fut, először Ironman versenyeken indult, aztán áttért az ultrafutásra. A hidasi fiatalember a szekszárdi kórházban dolgozik. Ott hallott arról, hogy egyik kolléganője lányánál mellrákot diagnosztizáltak, miután hazatért Angliából. Ervin elhatározta, hogy segít, mégpedig úgy, hogy Barbara gyógykezelésének támogatására lefutja a Pécs-Szekszárd távot. Amikor ezt megtudtam, egyből az első gondolat az volt, hogy a láb mindig kéznél van, úgyhogy így jött az ötlet. Hidas polgármestere Berg Csaba mindjárt az ügy mellé állt, úgyhogy ő most a kísérőnk. Aztán egy nagyon kedves barátom, Gerányi Attila Szászvárról kísér az úton, úgyhogy akkor nem kell egyedül küzdjek az elemekkel. Azért ez nem rövid táv, tehát kis súlyból ezt nem hiszem, hogy ki lehet rázni, tehát 15 km alatt is félre lehet állni. De azért gyakori egy ilyen távú edzés, tehát azért az elmúlt hónapokban a hétvégén mindig volt 50-60 kilométeres edzés, tehát azért hozzá vagyunk szokva. Megállunk 5-6 kilométerenként, azért lesz frissítés, az autó föl van csomagolva minden jóval, úgyhogy bízunk abba, hogy jól tudunk futni. A Covid helyzet miatt nem gondoltam arra, hogy sokan el tudnak jönni, tehát ketten fogunk Nádasdon, illetve Pécsváradon fog egy nádasdi hölgy csatlakozni hozzánk, ő fut velünk kb. 20 kilométert, tehát Covid helyzetre való tekintete nem akartam, csak azt, hogy sokan legyünk. Egyébként normális helyzetben biztos, hogy jó lett volna, hogyha jó sokan tudnak csatlakozni minden településen. Azt várjuk, hogy nagyon sokan fognak segíteni, ilyenkor azért szoktak, tehát a jó ügy mellé mindig odaállnak, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok. A 63 kilométeres, 1000 méteres szintemelkedésű távon ketten futottak végig együtt. Már egy jó pár éve ismerik egymást Ervinnel, szoktunk is néha együtt futni, meg versenyeken is szoktunk együtt futni. Amikor láttam a kiírást az oldalán, hogy tervezi ezt a futást, akkor gondoltam, hogy csatlakozok hozzá. Aztán eredetileg, aki futott volna vele, Tibor, ő lesérült, és akkor Ervin rögtön rám gondolt, hogy akkor én vegyem át az ő szerepét, én meg örömmel csatlakoztam hozzá. Két hete futottam körülbelül azonos távot ezzel, nagyjából ennyi idő alatt, mint amit most is terveztem, úgyhogy nagyjából fekszik ez a táv nekem, nem ez a leghosszabb táv, amit futottam, azért ennek háromszorosa. Hidas polgármestere felmatricázott mikrobusszal kísérte a futókat. Ez a legkevesebb, mint hidas község polgármestereként, hogyha egy hidasi kezdeményezésre, egy hidasi lakos kezdeményezésre, egy jótékonysági futáson vehetek részt, akár mint kísérőautó is, hát nekem ez a legfontosabb természetesen. Ha nem ezt célszolgálunk, akkor a legkevesebb egy település vezetőnek, nem mindenkinek ez a legkevesebb, hogy ezt amennyire tudja, ő is tudja segíteni. A kezdeményezéshez egy pécsi újságíró is csatlakozott, és az első szakaszon ő is futott Ervinékkel. Nekem Ervin szólt, nem is tudom, mikor egy pár hete, hogy lesz, és hát ez kérdés sem volt, hogy erről írni fogunk a naplóban, de mindenképpen szerettem volna, hogy én nagyon sokat futok, egy hobbi szinten, és akkor gondoltam, hogy így is az ügy mellé állok, és elkísérem őket egy darabon itt Pécs határában. Amennyit bírok, én most azt terveztem, hogy a budai Válmig, tehát így végül Pécs határáig kísérem őket, mert utána még haza kell onnan futnom. Ez, hogy kilométerben mennyi, ezt nem tudom. A két futó 7 óra alatt teljesítette a 63 kilométeres távot. Az akció során több mint 500 ezer forint gyűlt össze. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!